Hát az volt a célunk, hogy ugye, javítsuk a hétvégét, mert ugye Csákvánon egy pontot sikerült szereznünk. Amit én úgy gondolom meg kell becsülni azt is, mert minden pontra szükség van, viszont hazai pályán fogadtuk az ellenfelet. Mindenképpen egyetlen fontos szempont volt az, hogy nyerjük a találkozót. Jól is kezdtük a mérkőzést, hál' Istennek két szabadrúgás variációból gólt is sikerült szereznünk. Végig kezünkbe tartottuk a mérkőzés irányítását. Szép gólokat lőttünk, sajnálom a kapott gólt, mert ugye volt egy faut, aztán nem reagáltuk le kellőképpen, ennyi tulajdonképpen. De egy szimpatikus játszani próbáló ellenfelet fogadtunk a mai napon. Viszont nyilván a második félidőben már kalkuláltuk azt is, hogy hétvégén is mérkőzés van, és próbáltuk úgy cserégetni az embereket. Úgyhogy, de szerintem végül is így utólag azt mondom, hogy sima volt a mérkőzés. De az az igazság, hogy jönnek vissza, hiába most már azt látjuk, hogy kiegészültünk, de azért különböző formában, meg állapotban jönnek vissza a játékosok, és azokat kell kompenzálnunk. Úgyhogy aztán előfordul, hogy például görcsölés van, vagy valami, természetes, mert hiába esetleg volt olyan játékos, akinél nem volt igazából tünet, de 10 napig otthon kellett lennie, úgyhogy meg azért valami csak volt benne, még hogyha ha nem is olyan komoly tünete volt, de valami. A vírus azért csak benne volt, és azért ugye ez a szervezetet fogja meg jobban, tehát ezeket is kalkulálni kell, aztán ebből van az, hogy nem mindig tud a játékos esetleg azt a teljesítményt letenni, amit joggal elválna. Ilyenkor az egyéni munka az edzéseken előtérbe kerül, vagy hogy próbáljátok egy szintre hozni a srácokat? Természetes, például itt volt a Sós és a Tisler esete, akik hétvégén nem is utaztak velünk Csákvárra, ők plusz edzést végeztek. Pontosan abból a megfontolásból, hogy a mai napon tudjuk rájuk számítani és be tudjuk tenni, tehát mindenképpen akartam ezeknek a játékosoknak lehetőséget adni, azért, hogy ha valamennyit is, csak hát ugye elég korán kellett cserélni, és az a Sós esete ugye ez így adta, de a Tisinek is akartam mindenképpen lehetőséget adni, hogy hiába edzenek, az kevés, még mérkőzés is kell bele. Elsősorban szeretnék a hazai csapatnak gratulálni a győzelemhez. Vannak ilyen vegyes érzéseim. Készültünk a debreceni játékra. Tudtunk, hogy mit fognak, vagy mit játszanak hazai pályán, hogy talán oda focit. Felkészültünk, úgy éreztem, hogy működik a megtervezett taktika. Igazából a Debrecen első félidőben játékból nem nagyon tudta veszélyeztetni a kapuk. Mi kapunk sajnos amiben nagyon erősek ebbe a bajnokságban ez a támadó pontrugás. Erre is készültünk, sajnos igen, kiosztottunk a feladatokat egy pár játékosnak, embereket, sajnos kettő pontrugásból kaptunk kettő gól. Ezután a Debrecen már okosan játszott a végig. Második félidő játékhoz azt tudom mondani, hogy kicsi feljebb voltunk, sokkal többet kombináltunk, egy pár szép támadást is vezettünk. Sajnos csak ellenfél annyira nagy minőséget képvisel, hogy 2-3 kontrából 2-ből még rúgott. Igen, egy kis az a hiány érzetem, hogy 4 egyre kikaptunk volna. Ha kikaptunk volna 2-1-re, akkor tudnék elégedett lenni. Így nem tudom elégedni, mivel nagy különbséggel kaptunk ki.